Tchau. Ah! Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV Ajka híradóját látják január 8-án, szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Összeomlás előtt a vörösi szapper? Hibázott a rendőrség? Január 1-től a Bakonykasz ZRT üzemelteti a Kandó lakótelep vízi közműhálózatát. Hungarikum. Kis csőszi, devecseri és ajkai nyertes pályázatok. Egy szakértőt kizárt a Veszprémi törvényszék az eljárásból a Vörösi Szapper hétfői tárgyalásán. Egyről pedig később döntenek. Így a blogján dr. Sándor Zsuzsa, jogi szakújságíró. A geoteknikus szakértők a gátszakadás okait tárták fel. Lényegében az ő szakvéleményükön alapul a vádirat. A gond az, hogy egyikük sem igazságügyi szakértő. A nyomozóhatóságok a szabályos utat megkerülve kérték fel őket. Dr. Farkas József a vörösi katasztrófa után kapott egy telefont, hogy kísérje el a miniszterelnököt és a belügyminisztert a helyszínre, és autót küldtek érte. Később az ő fiaival közös cége készítette a laborvizsgálatokat, jóval a szakértői kirendelésük előtt. Dr. Nagy Lászlót, papcsaba rendőrezredes, a Nemzeti Nyomozóiroda főosztályvezetője vitte magával, és nem szakértőként, hanem az árvízvédelmi törzs résztvevőjeként volt jelen. Vagyis a szakvéleményük kialakítását mindketten azelőtt megkezdték, hogy arra szabályos felkérést kaptak volna. A szabályok szerint először az igazságügyi szakértői névjegyzékből, aztán a feljogosított szervezet listájából kell szakértőt kirendelni, és csak akkor lehet eseti szakértőt felkérni, ha a kísérletek sikertelenek. A bíróság szerint a szabálytalanul felkért szakértők miatt sérültek a vádlottak jogai. Farkas Józsefet, mint szakértőt a tárgyalást vezető bíró hétfőn kizárta. Az általa készített szakvéleményeket a bíróság figyelmen kívül hagyja. Nagy László ügyében később döntenek. Január 2-ától a Kandókálmán lakótelep vízellátását és szennyvíz elvezetését szolgáló víziközműveket a Bakonykar ZRT üzemelteti. Az Ajkai Képviselőtestület még október 29-i ülésén döntött a Bakonyi Erőmű tulajdonát képező Kandó Kálmán lakótelep vízi közművének térítésmentes átvételéről. A testület akkor ezt 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül fogadta el. Ajkaváros önkormányzatának képviselőtestülete az átvett vízi közműveket 2014. január első napjával üzemeltetésre átadta a város vízi Közművejét üzemeltető Bakonyka Zrt-nek. Ettől a naptól kezdve a lakótelepen hiba esetén a cég diszpécsel szolgálatát a 88-as körzetű 312 166 vagy 312 367-es telefonszámon kell hívni. Az ott lakókat a Bakonykarsz munkatársai még ebben a hónapban közüzemi szerződéskötés miatt felkeresik. A 2013. október 29-i testületi döntés értelmében a biztonságos üzemeltetés érdekében a Kandó Kálmán lakótelepen vízi közműfejlesztéseket is végrehajtanak a közeljövőben. Több mint száz nyertes pályázó népszerűsíti a hungarikumokat és a nemzeti értékeket, közölte a Vidékfejlesztési Minisztérium kedden. A Vidékfejlesztési Minisztérium tavaly október 1-én írt ki pályázatot a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázatok közül Fazekas Sándor miniszter 135-öt nyilvánított eredményesnek. A közlemény szerint a HUNK 2013 pályázat keretében meghirdetett három célterületre 427 pályázat érkezett, amelynek támogatási igénye összesen 1 milliárd 225 millió forint volt. A 135 nyertes pályázat az ECR-ra szánt keretet kimerítve összesen 241 millió 373 ezer forint nem térítendő állami támogatást kapott. A három pályázati célterület közül a legtöbb támogatási igény a hungarikumok gyűjteményében és a magyar értéktárban nyilvántartott egyes nemzeti értékek és hungarikumok kollektív megismertetése, azok hazai, külhoni és nemzetközi rendezvényeken írott és elektronikus kiadványokban történő megjelentetésére és népszerűsítésére érkezett. A nyertes pályázatok közt van a Kiscsőszi Élőforrás Hagyományőrző Egyesület, akik értékgyűjtés, rendszerezés a Sümeg Somlóság térségben, a térségi internetes értéktár adatbázis létrehozása címen pályáztak, és nyertek 1,3 millió forintot. Nagy Somló Borvidék tájegységi értéktár létrehozása és fenntartása, nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtése címen pályázott a Devecseri Somló és Környéke Borút Egyesület. Ezt a civil szervezet 1 millió forintból valósíthatja meg. Az Ajkai Székhelyű Veszprém megyei néptáncegyesület Egyesület több mint 2,9 millió forintból a Magyar Értékek és Hungarikumok ünnepe Veszprém megyében címen nyert el támogatást. A közigazgatási tárca parlamenti államtitkára szerint arányosabb, olcsóbb és átláthatóbb rendszer jön létre az országgyűlési képviselők számának csökkentésével és az összeférhetetlenségi szabályok változásával. Erről Rétvári Bence keddi budapesti sajtótájékoztatóján beszélt. Az államtitkár úgy értékelte, a változtatásoknak köszönhetően magasabb színvonalú munka várható, és a kevesebb képviselő, a kisebb összegű költségtérítés az állampolgárok számára is kisebb költségeket jelent majd. Rétvári Bence felidézte. Az alaptörvény rögzíti, hogy az új magyar parlament képviselőinek a száma nem lehet több kétszáznál. Az idei választáson így 199 képviselőt juttathatnak be a parlamentbe a szavazó polgárok. A 2014-es országgyűlési választásokon Veszprém megyében is kevesebb egyéni képviselői helyen indulhatnak a jelöltek. Az eddigi önálló ajkai választókerület megszűnik, helyette a város és környékének lakói a tapolcai hármas számú választókerületben fognak voksolni. A megyében összesen négy kerületet alakítottak ki. A tapolcai mellett a Veszprémi, a Pápai és a Balatonfüredi választókerületekben indulhatnak jelöltek az országgyűlési választásokon. Kedves nézőink, mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket, friss híreinket az ajka.ma honlapon olvashatják. Legközelebb híradóval péntek este 7 órakor jelentkezünk. A folytatásban tekintsék meg időjárás jelentésünket. Viszontlátásra! Csütörtökön folytatódik az eseménytelen, többnyire borongós, nyírkos idő, bár nyugaton már helyenként megélénkülhet a délies szél. Ezen a napon sem várható lényeges változás a hőmérsékleteket illetően. Péntekre egy hideg front hozhat elszórt csapadékot, elsősorban eső formájában, valamint megerősödik az északnyugati szél. A hétvégére pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, és ismét megjelenhetnek a gyenge hajnali fagyok.